az idő kezdete előtt, Mata Nui rejtélyes szigetén, a tenger hullámai hat fémkapszulát sodortak a partra. Csodálatos hősök születtek belőlük. Tahu, a tűz bátor toája. Leva, a levegő mozgékony toája. Gali, a víz nemes toája. Kopaka, a jég hatalmas toája. Onua, a föld bölcs toája. És Pohatu, a kő erős toája. Együtt indultak harcban Makuta és sötét szövetségesei ellen, akik szörnyű veszedelmet szabadítottak a toákra és az egész világra. Ám az idő új erőket hívott életre, fantasztikus fegyverek, maszkok születtek, és minden eddiginél nagyobb erők csaptak össze. Az új Toanuváknak minden erejükre, ügyességükre és bölcsességükre szükségük volt, hogy felvegyék a harcot Makuta újabb szörnyeivel. Félelmet és rombolást szabadítottak Mata Nui szigetére. Mielőtt a matoránok Mata Nui szigetére kerültek az ősi városba, Metro Nuiban volt az otthonuk. Metro Nui titkai most napvilágra kerültek. Olyan hely volt ez, amelynek hősei mindig az igazságért harcoltak minden erejükkel és ügyességükkel. Szembeszálltak bárkivel, hogy városukat megvédjék. A Toa Szövetség a vaki robot katonákkal folytatta harcát. A küzdelem esélytelennek tűnt, de a toák kitartottak még akkor is, amikor csapdába kerültek. Soha nem adták fel. A gonosz azonban egy új szigetre költözött. Olyan szörnyek formájában, akik börtönökből szabadultak el. De a hős toákat ők sem állíthatták meg az élet maszkjának felkutatásában, sem a földön, sem a tengeren. Csak hogy mások is keresik a maszkot, de bárki is próbálja megszerezni azt, a toáké kell, hogy legyen. Ők új fegyverekkel készen állnak arra, hogy megmentsék az univerzumot. Ám ellenségeik minden oldalon túlerőben vannak, és arra várnak, hogy lecsapjanak. Olyan szörnyekkel kerülnek szembe, amelyek felülmúlnak minden képzeletet. Ám a toának meg kell találnia az utat a győzelemhez. Mert hozzon bármit is a jövő, vannak dolgok, amelyek soha nem változnak. Az igazi hősök bátorsága és dicsősége örök. 2008-ban a toák történetük eddigi legnagyobb harcára készülnek. Ez a csata az univerzum közepén, az égben zajlik. Toa Nova folytatja a küzdelmet. Kezdődik a végső, mindent eldöntő harc.